Az új dalom az úgy született, hogy ugye Szabó Zével dolgoztam ismét együtt, és ő átküldött nekem egy demót, amit csukott szemmel meghallgattam, és már láttam magam előtt, hogy mit szeretnék majd a videoklipben, és már láttam magam előtt, hogy milyen témát szeretnék, milyen szöveget. Egy rajongóm egyébként még régen írta nekem, hogy ahányszor meglát engem a social médián vagy élőben, mindig Jessica Rabbit jut neki eszébe róla. Jessica Rabbit az ugye egy fiktív szereplő volt a Roger Nyúl a Pálcban című filmben, ami nagyon-nagyon rég volt. Igazából egy rajz, egy ilyen nagyon nőies, nagyon ilyen, hogy is mondjam, inkább ilyen Marilyn Monroe stílusú, ilyen nagyon nőies díva, és amikor ezt az ötletet én meghallottam, azt mondtam, hogy ezt valamelyik klipben el kell süssük. Minden percem tiszta káosz. Két éves korom óta non-stop sminkelem magam, ugye a színpad miatt, és hát ez egy tök megtanulható dolog szerintem. Így ellestem a sminkesektől a kis tanácsokat, meg ugye a YouTube több száz óra. Lefekvés előtt így megnézek két videót, de nem mindig, hanem így amikor van hozzá kedvem, vagy amikor megjelenik valami új, azt így megnézem, így megemésztem, és akkor, mikor majd következőleg kell sminkelnem, azokat a kis praktikákat így kipróbálom. És készen vagyunk. Annyira jó lenne egy saját márka, annyira jó lenne látni így a kezembe olyan termékeket, amiken az én nevem van, amiket mondjuk én találtam ki, hogy milyen szín legyen, milyen textúra, az csodálatos lenne, és ezt nagyon-nagyon nagy vágyam, és ez így a 10 éves tervemben így benne van, hogy jó lenne, hogyha sikerülne.